Sziasztok! Most értem haza a hétvégi nagy bevásárlásból, vasárnap van ma, és mindjárt hozzákezdek egy maratoni főzéshez, legalább 5-6 féle ételt kell elkészítenem előre, ugyanis Erik dolgozik most, elvállalt egy 14 hetes projektmunkát, és sajnos távol az otthonunktól, és ez azt jelenti, hogy heti 6 napot, napi 12 órában nyom, és sajnos ez egy ilyen ottalgós buli, mert ahogy mondtam, egy kicsit távolabb van tőlünk, nem tud minden nap jönni-menni, vagy tudna, csak sem időben, sem pedig ugye benzinben nem érné meg akkora dolog. Így tehát előre készítem neki az ételt, amit elvisz magával. Így a mai videóban akkor ennek az egy első részében megmutatom nektek, hogy miket vásároltam. Azaz, hogy mennyibe kerülnek most az élelmiszerek 2024 márciusában Svédországban, illetve a második részében pedig adok némi ízelítőt abból, hogy milyen menüvel készülünk a hétre. Nyilván nem csak Eriknek főzök, hanem ebből majd marad nekünk is, és akkor legalább majd a héten több szabadidőm marad. A főzés helyett akkor tudok majd egy kicsit előre dolgozni a videókkal például a munka mellett. És nem mellesleg, hát, hogyha mondjuk ti is inspirálódtok a mi menünkből, és nem okoz majd hatalmas nagy fejtörést, hogy vajon mit főzzünk aznap. Na nézzük akkor, hogy mi lapul a bevásárló szatyrokban. Vettem jó sok burgonyát, mert paprikás krumplit is fogok készíteni a héten. Ehhez találtam magyar gyulai kolbászt, jobban mondva csabai kolbászt. Ez erős, jobban örültem volna mondjuk a mildnek, bár mindannyian szeretjük a csípőset, de remélem nem lesz tőle nagyon-nagyon csípős a paprikás krumpli, és akkor van hozzá nyilván hagyma is, tudom, ne kérdezzetek az acskó miatt. Szoktam egyébként papírzacskót használni, de a krumplit nem szeretem beletenni, pláne meg nem ezeket a nagyokat, mert azonnal elszakad a papírzacskó, és így most a hagymák is ilyen nylon zacskóba kerültek. Szóval nem csak paprikás krumpli lesz, amihez burgonya szükséges, hanem egyéb dolgok is, amihez mondjuk burgonya pürét fogok készíteni, ezért vettem ilyen nagyon sokat ezekből. Jöjjön a többi! Mostanában nagyon megy nálunk a lazanya, akár készétel formájában, akár ilyen félig készétel formájában, amit mondjuk én készítek el itthon. Ehhez vettem 1 kg darált sertéshúst, és 2 ilyen lazanya kitet, ez pont elég szokott egyébként nekünk lenni egy-egy adaghoz, és ebből 2 adag fog készülni, mert egy adagot valószínű Erik úgy az egy az egyben, ahogy van, el is fog vinni magával. Vettem még 1,5 kilós sertés darált húst, mert ezekből gondolom az összetevőkből meg kitaláltátok, hogy rakott karfiol fog készülni. Rizs van itthon, azt azért nem vettem, és én a tejföl mellett mindig szoktam használni bele egy kis tejszínt is, és ettől nagyon finom lesz a szósz. Vettem egy csomag pánbiffet. Ez olyasmi egyébként, mint a fasír, de mégsem. Ha kicsit közelebb hozom a kamerához, látjátok az alakját, de majd sütés közben is meg fogom nektek mutatni. Ez egyébként sertés és marhahúsból vegyesen készült. Félig elősütött, így már csak egy kis vajon meg kell pirítanunk. És Erik kívánsága volt hozzá egy zöld bors szósz. Ehhez csak tejet és vizet kell adni, és nagyon finom öntet például a pánbéfhez is, és burgonyapüré fog hozzá készülni. Szóval értitek már, gondolom, hogy a nagy mennyiségű burgonya miért került be a bevásárló kosárba. Aztán 1 kg fagyasztott csirkeszárny, és őrölt bors, valamint paprika, fűszer paprika, mert ezek elfogytak itthon. Nagyon-nagyon szeretjük a csirkeszárnyat. Jó fűszeresen, fokhagymával, hagymával, borssal, sóval és piros paprikával. Vagy ha van itthon, akkor szoktam még rá tenni egy kis piros aranyat is, és ezt egyszerűen csak be a sütőbe, és nagyon hamar készen van, és ehhez is burgonyapürét fogunk enni a változatosság kedvéért. Ezt a 2 sikling mortadellát, csirke mortadellát Erik kérésére vettem, mert képzeljétek el, hogy ennek ugyanolyan az íze, de azt mondja Erik, hogy még az illata is, mint otthon a párizsinak,
és ugye itt máskülönben nem nagyon jutunk hozzá, és ezt találtam az Orient Hűzben a múltkor, ami nagyon megízlett neki, és ebből fog, szerintem mind a kettőt elviszi majd magával. Mind a kettő sitling mortadella, de annyi a különbség köztük, hogy ugye csirke és pulyka a fő összetevő, és ebben még marhahús is van. Hát nem a világ legegészségesebb dolga egyébként, de finom. Aztán ez pulyka szalámi pizzára konkrétan, mert Miam a pizzát fog sütni, és kérte, hogy vegyek valami rávalót. Ez pedig Matinak a kedvence, ez füstölt pulyka, szeletelt. Nagyon sok szelet van benne, és általában reggelire, vagy mondjuk elvinni, amikor készítem nekik a hétköznaponta a szendvicset, akkor ez szokott belekerülni. Aztán vettem néhány készételt is. Három pitét, amiből kettő ilyen taco ízesítésű. A harmadik is az egyébként, csak ebben még bab is van. Valamint szintén egy palm beef alapú ételt, amiben a palm beefen kívül még van burgonya, főtt burgonya, főtt bébirépa, illetve brokkoli és ilyen hagymaszósz. Ezekből majd Erik is fog elvinni, meg lehet, hogy mi is megkóstoljuk majd, mert ez a, ilyen takupájt még nem kóstoltunk előtte, takupitét. Ez egyébként darált marhahúsból, ami takofűszerezésű áll, illetve cream fresh is van rajta, és nacho borítja. Nagyon jól néz ki, remélem, hogy az íze is szuper lesz. Nagyon szeretjük ezt a márkát, ennek a márkának a készételeit, mert igazi házias ízük van, és nem olyan mű. Ez pedig az IKEA-nak a saját gyártású taco pitéje. Kíváncsi leszek egyébként, hogy ízben a márkás és a kevésbé márkás között milyen lesz a különbség. Rossznak szerintem biztos, hogy nem lesz rossz. 220 g-os, ez egy kisebb szerintem, mert hát nem sokkal, ez 240 g-os, de egy adagos egyébként mind a kettő. Vettem két 1,5 literes 3%-os tejet, mert hogy palacsinta is fog készülni, és ahhoz hazajött velem ez a Nutella is. Ne is kérdezzétek, tudom, a Nutella és a nutellás palacsinta sehogy sem fér bele a diétámba, de majd elmondok érte két miatyánkot, és gyorsan úgy eszem meg, hogy senki se lássa, és akkor nincs is benne kalória. Egyébként nagyon ügyes vagyok, mert már nagyon-nagyon régen nem ettem Nutellát, úgyhogy ez most belefér. Aztán egy 1 literes vaníliás epres joghurt, kávétejszín, mert én mostanában ezzel iszom a kávémat, valamint még egy tejszín, mert van itthon lazac, és abból most egy ilyen tejszínes, koktél paradicsomos, spenótos szószos lazacot fogok készíteni. És ahhoz vettem egyébként ezeket a paradicsomokat is, koktél paradicsomokat, nagyon szépek és nagyon-nagyon jó áron jutottam hozzá az Orient Hűzbe. A gyerekek minden nap visznek el magukkal az iskolába gyümölcsöt is, nem csak szendvicset, ezért vettem banánt, illetve almát, és ilyen nagyon mini uborkákat szeretünk, mind a paprikás krumplihoz, mind pedig tervezek főzni pörköltet is, és ahhoz is ezt fogjuk enni, és vettem egy ilyen kókuszolajat is, vagyis hát kókuszsír ez, de hát ugye a kókuszsírról tudjuk, hogy 25 fok felett megolvad, akkor lesz belőle kókuszolaj, az alatt pedig ugye ilyen szilárd halmazállapotú, hát nálunk nincs 25 fok, úgyhogy ez azért néz így ki, és vettem egy barbecue szószt is Matinak, mert ő ugye ezt nagyon szereti a szendvicsébe, ilyen összenyomós, sonkás, sajtos barbecue szendvicset szokott tenni, és ez a kedvence hozzá. Ahogy említettem, az előbb pörkölt is fog készülni, ahhoz azért nem vettem húst, mert van itthon, és tésztát, viszont ilyen csavar tésztát vettem hozzá, mindjárt két zacskóval, mert nálunk a tészta az nagyon fogy, sajtos tejfölösen is nagyon szeretjük, úgyhogy lesz egy adag sajtos tejfölössel és egy pörkölthöz. És vettem két zacskó ilyen mini bagettet, 7 darab van egy zacskóban, és az egyik zacskót Erik elviszi magával, hogy tudjon a munkába egy-két szendvicset is készíteni majd magának a sikli mortadellához, tehát a csirke mortadellával.
És ezeket egyébként szintén nagyon-nagyon jó áron vettem az Orient Hűzben, ott lehet csak ilyesmit kapni, és ezt szoktuk egyébként használni gyroszhoz is, mert ugye mi kiflibe szeretjük a gyroszt, és ez nagyon finom, puha hozzá, és nagyon-nagyon jól meg lehet tölteni. Sem nem túl nagy, sem nem túl kicsi, pont egy ilyen normál adag lesz belőle. Bár ugye nyilván attól függ kinek, mert mondjuk Eriknek a normál adag ettől mondjuk kicsit több. De most nem gyrosz fog készülni belőle, tehát, hanem szendvics. A gyerekeknek is majd ebből készítek elvinnivalót a héten. És egy picisznek is hazajött velem, nyilván ezen a hétvégén is a nagybevásárlásból. Matika kedvence ez a hagymás és tejfölös chips. De hatalmas nagy, 275 g-os, úgyhogy az egész család ehet majd belőle. Illetve van itt egy ilyen ketchupos, úgy néz ki egyébként, mint a sült burgonya, de nyilván nem az, hanem chips. És ennek nagyon hasonlít az íze a ketchupos pomberéhez, amit otthon lehet kapni, itt nem lehet pomber termékeket kapni. És ezt azért vettem meg, mert nagyon szeretjük a ketchupos pombert, és ez nagyon jó helyettesítő. És vettem egy ilyen tuc kekszet, vagy ahogy itt mondják, tuk kekszet, paprikás ízesítésben. Mia szokott elvinni néhányat az iskolában magával, mert édeset nem lehet vinni, tehát ilyen kakaós csigákat, fahéjas csigákat, ilyen-olyan péksüteményeket nem lehet bevinni a suliba, és helyette ilyen sós dolgokkal, vagy mondjuk szendvicssel és gyümölcsel szokott menni, hogy amikor megéhezik mondjuk az ebéd előtt, akkor legyen mit ennie. És végül, de nem utolsó sorban a higiénia, illetve tisztálkodó szerek, hát ezeket nem kell szerintem külön magyaráznom, WC-papír, tusfürdő és női dolgok. Miuska készíti a pizzát, és képzeljétek el, hogy mindent egyedül csinált hozzá, bedagasztotta a déget, és elég jól is sikerült, úgy látom. Kézzel csináltad, vagy a géppel? Kézzel. És pizzaszószt is készített hozzá saját maga. A receptet, majd jobb mondva a hozzávalókat majd betesszük a leírásba, hogyha érdekel benneteket egy nagyon finom pizza. Mert az első már sül, és nézzétek, milyen gyönyörű! Mostanában nagyon szeret a kisasszony sütni, főzni. Tegnap előtt például csúroszt készített. Az nagyon jól ment. Hát azon még van mit gyakorolni, de ez a pizza, ez egész jól néz ki, és remélem, hogy finom is lesz. Nem lett belőle túl sok, bár így is dupla adagot csinált, de remélhetőleg azért jut egy-két szelet mindenkinek belőle, hogy megkóstoljuk. És akkor tudjátok, hogy nálunk a pizzaszószra egyből a sajt kerül, és ez így nagyon-nagyon finom. Ráadásul nagyon-nagyon sok sajt, mert mindenki imádja a sajtot. És akkor erre jön a feltét, ami most nálunk, amit az előbb is mutattam és mondtam nektek, ilyen pulyka szalámi, pizzára való szalámi. És szúrunk még rá egy kis kukoricát is, bár Matika nem szereti, de a másikon nincs, ugye? Csillagom, arról kimaradt, hogy Mati is meg tudja kóstolni. És akkor megy majd ez is be a sütőbe. Kukancsuk meg az alját, hogy jó-e. Szerintem jó lesz. Pizza! Na és akkor nézzük, hogy mit sütöttél. De hogy fogod ezt a pizzavágot, kicsim? Nem tudok. Hát szerintem ez jobb lesz, ha én csinálom. Az nagyon finom lett. Megtartjuk Miuskát szakásnak. Na jó, nem csak szakásnak, de egyébként is szeretnének most már havi zseppénzt a gyerekek, és kérdezték, hogy mit kellene érte tenni. Ugye, hogy ne csak úgy megérkezzen a pénztárcájukba a havi zseppénz, hanem hogy valami produktum is legyen érte. Hát Miának most már úgy látom, hogy megvan a minden heti feladata, hogy pizzát süssön. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la. Sorrows in the summer city. You'll never feel alone as long as you're with me. You're
A rakott karfiolhoz már megfőztem a karfiolt, valamint a rizst, és a húsit is, és holnap rövid napos vagyok az oviban, ami azt jelenti, hogy 2-ig dolgozok, és akkor jövök haza, és már csak össze kell sütni. Nagyjából a végére is értem a főzésnek. Igazából holnapra már csak a fűszeres csirkeszárny, illetve a palacsinta megsütése maradt. Valamint, hogy összerakjam a rakott karfiolt és bedobjam a sütőbe, de ez már igazán nem vesz majd olyan nagyon sok időt igénybe. Közben be is esteledett, 7:30 is elmúlt már, úgyhogy én itt most el is köszönök tőletek. Kívánok mindenkinek nagyon szép hetet, egyébként a héten még egyszer találkozni fogunk. Erre a hétre két videót terveztem, remélem, hogy nem jön közben semmi, és nem csúszik át majd a következő hétre a második. Addig is kívánok nektek tehát még egyszer nagyon szép hetet, vigyázzatok magatokra, és egymásra találkozunk hamarosan. Sziasztok!